7 évvel ezelőtt Sitko Ernő avatta fel a bújtosan azt a pályát, amely a Kosárlabda Szövetség támogatásának köszönhetően műanyagborítást kapott, és a Sitko Ernő Kosárligát nevet vette fel. Az átadót követően a Continental Arena parkjában leplezték le Túri Török Tibor szobrászművész alkotását, Sitko Ernő mellszobrát. Még közel van az Ernő elmenetele, és fájdalmas is, és nagyon szomorú, hogy itt emlékmű emlékműről nézne ránk, de ugyanakkor meg annyira jó érzés is, hogy az ő embersége, a sportolói profizmusa, egész élete, az, és hát a halál ebben az esetben ennyi jó embert hozott össze, és ilyen dolgot indított el, és ez nagyon fontos a város szempontjából is, az értékrendje szempontjából, hogy gondolkozik a város közössége, figyel ezekre, értékeli, fontosnak tartja megörökíteni, továbbadni, és hát emögött az emlékmeállítás mögött mindezek ott vannak, és talán ezek a legfontosabbak. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a kosárlabdázás halhatatlanjai közé választott 149-szeres válogatott sportoló által képviselt szellemiséget tovább kell vinniük a fiataloknak. Szomorú, de egyben méltóságteljes is ez az esemény, és örömteli, hogy igazából, ha nézzük Sitko Ernőnek a munkásságát, itt marad velünk, és tovább folytatódik. És nem csak nekünk kell emlékezzünk, hanem a fiatal generációnak is át kell tudjuk adni azt a terveit, azt a munkásságát, amelyet folytatott Ernő. És ugye az a sok-sok siker, amelyet hozott Magyarországnak, Nyíregyháza városának, arról tudunk, de azt is ugye emlékezéssel tovább kell vinni. De az a munka, amelyet folytatott, mint edző, mint szövetségi kapitány, azt pedig tovább kell vigyük. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke Sitko Ernő sportvezetőként végzett munkáját méltatta. Egy rendkívül kreatív és nagyon-nagyon hatékony fiatalemberről beszélünk, aki mindig valamilyen újjal, különösen az utánpótlás nevelésben újdonságokkal jött elő, és hát az akadémiai rendszer kialakítása és a hogyan továbbja nagyon-nagyon ott volt a fejében, hogy mit is hogyan tegyünk, valóban nagy űrt hagyott maga után. Az emlékmű avatásán ott volt Sitko Márton is, aki tavaly nyár óta az A csoportban szereplő Sopron játékosa. Nyilván egy nagyon kemény éven vagyok túl ezek után, a történtek után, de úgy gondolom, hogy ahogy ezt apukám is csinálta volna, mindig is inkább előre tekintett, és inkább a pozitivitás az, ami megmaradt bennem. Természetesen vannak nehezebb időszakjaim, de főleg a sportban is mindig csak a pozitív részeket nézem, és azt a kitartást próbálom továbbvinni, amit ő mindig is képviselt. Szombaton a Sitko Ernő Kosárligetben egy 3x3-os emléktornát rendeznek 14, 16 és 18 éves játékosokat felvonultató csapatok részvételével.